megy a felvétel, sziasztok, jó estét, hétvége jön. Én se kerületem ezt a kérdéskört, megkapom, sok minden más. Ugye a választás jön nem sokára, ugye vasárnap, 8-án. Én egyszerűen megmondom a tutit, gyerekek, én nem voltam választani. Egyszer voltam 2010-ben, azóta se. Van eredménye? Nincs. Tehát bárkit is választasz, előbb-utóbb lopni fog, vagy lopni akar. Na hát ez az egyik, a másik meg úgyse változik meg a világ, hiába magad bárki bármit. Magyarországból nem lehet jó államot csinálni, mint egyes nyugatiaknál, de élhető országot csinálni, na úgy mondom. Tehát, hogy nagyjából mindenkinek jó legyen. Rangtól, nemtől, kortól, társadalmilag orientált, ugye, világot teremteni Magyarországon nem igaz, nyugaton sem nagyon van ez megcsinálva, de ott azért mégis jobban érződik, hogy pénzt is keresel, minimálbéren, mindegy, és meg tudsz belőle élni. Na, ezt kéne valami megvalósítani, ugye, és nekem is vannak politikai gondolkodás menetem, vagy módok, csak nem mondom ki YouTube-on, mert nem nagyon lehet ezzel politizálni. Vannak emberek, akik kimondják, hogy én nem akarom ezzel is megosztani az amúgy megosztott nézőközönséget, úgyhogy, de majd megmondom az őszintét, én nem fogok elmenni vasárnap szavazni. Egy, a nagyon jó idő lesz, olyan 20 fok környéke lesz a környéken, nagyobb túrát tervezek csinálni, úgyhogy egy, nem is leszek Sopron környékén, úgyhogy vasárnap jó időt kihasználva a kerekezni. Tényleg még nem választok 2018-ban. Senkire nem adok meg a voksomat, mert úgy sem fog megváltozni, minek. Akkor meg minek menjenek el szavazni, nem? Volt 20 éve a politikának ahhoz, hogy valamit változtasson az országban, mert változást hozzon végbe a gyerekek, és nem sikerült. Csak mindig rosszabb és rosszabb ez bármihez nyúltak vagy nyúlnak, meg nyúlni fognak közeljövőbe. Hiába nem narancsárga, hanem piros lesz a szín, úgyis rossz lesz, tehát még rossz is marad. Az pár független, hogy ki lesz, el van döntve, mondjuk is ez nagy játszónak. Én nem gyerekek, én nem megyek szavazni. Régen volt politikai, úgymond hova tartozásom, tudtam, hogy hova kéne szavazni, meg hogy mik az ambíciók, stb. De most már sincsen, már évek óta, sok éve nincsen gyerekek. Úgyhogy ez olyan, mint a focinálom. Nekem nincsen csapatom. Semmilyen színbe. Se lilába, se zöldbe, ugye, semmilyen színben is. Se csapatom, se pártom. Hát én pártatlan vagyok. Hát azért mondom, mert hiába mész szavazni, nem fog megváltozni az ország. Hiába mondja az egyik, a másik. Ez csak a pénzről szól a választás, gyerekek. Mindenki a pénzről szól, másról nem szól, meg a hatalom, hát ennyi. Bárki is kerüljön kormányra, előbb-utóbb úgy is lopni fog. Hát az olyan nincsen, hogy nem. Bárki teheti a szépet és a jót. Én azt mondom, gyerekek, nem érdemes, mindenkihez nem érdemes szavazni menni, mindenki. Szép idő van, lesz vasárnap, el kell menni kirándulni, kikapcsolódni. Minek szavazni? Szavazás csak a nyugdíjasoknak, jó vagy elmenni programnak, aztán csókolom, mert ez a politika is. Nem, gyerekek, tényleg nem megyek el szavazni, hát mondom. Tényleg nincs semmi. Nem azért nem mondok pártot, mert nézzen. Nem. Tényleg nem húz a szívem se jobbra, se balra, sem merre, se éjszakra, se délre. Engem nem izgat a választás, ez cirkusz csak, ez egész. Na mindegy, én azt mondom, hogy nem megyek el, hát nem is érdekelt, csak mondtátok sokan kommentbe, mi a vélemény a politikáról, kire szavaznád, és elmennél szavazni, nem. Úgyhogy ennyit erről, sziasztok, legyetek jó. Nyugodtan megírhatod kommentbe, hogy te kire szavaznál, vagy rám. Én is elinduljak, de ahogy is indulok. Bár, ha összegyűlne az induláshoz való aláírás, figyelj.
semmi nem lehetetlen a mai világban. Na jó van, ez csak poén volt a vége. Ó, aztán a hétfőjén videó, kerékpártúra az jövő héten lesz. Úgyhogy ennyi. Ja, meg másik, ó, gyereket mit kapok én a Facebookon. Hát igen, én az édességet szeretem, de mindenki eszik minden nap, hát mindenki minden szar kirak magára a Facebookra. Hát nem. Én csak képeket rakok ki, amit eszek. Jó. Te jó ég. Mindegy, imádok bannolgatni, úgyhogy nyugodtan gyertek Facebookra, hitted, és imádok bannolgatni. Két kantintás, aztán csókolom, mert is a francba, te, mert te is eszel zabász állandóan, mert mi rosszabb kajákat piálsz, meg drogozó, meg minden, és akkor... Na mindegy. Én nekem ez a káros szenvedélyem van. Káros, nem káros, hát meg is látszik. Én nem iszom alkoholt, én nem dohányzom, én nem drogozom. Na, úgyhogy ebben élem ki magam az édességevésbe. Ennyi. Ja. Más nincs. De akkor is rákat, mint menni 500 embert elértem a képpel. Hát minden nap eszek mindent. Hát csak nem rakok ki mindent ide a Facebookra, mert tényleg jön e-mail, hogy mit szoktál enni, akkor kirakom Facebookra, akkor nem tetszik. 500-an azért rákat megnézik. Na mindegy, én nem értem az emberi gondolkodásmódot én itt ebbe a világba. Tényleg defektes emberek vannak, én is az vagyok, azt bevallom, de hogy mik vannak tényleg a Facebookon, és a nagy videósok, hogy tényleg mit kapnak, és miket kapnak e-mailt, vagy Facebookon, vagy keresztül, te jó ég, tényleg a Facebook, arra is mesélhetnék, hogy miket szoktam én kapni Facebookon. Meg Twitteren keresztül, ugye e-mailt, stb. Nem foglalkozok mostanában velük. De lete! Aztán viszontlátásra mehetsz a francba máshova. Na mindegy, ez volt a negatív része. Jó, ja, ennyi felről. Sziasztok, legyetek jók!